Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás február 18-áig. Hétfő. A hétfői nap fölött a hold uralkodik. Megnézzük, hogy mi várható ezen a napon. Itt láthatóak a kelyhek, és utalnak az ő érzelmeire. De még olyan visszahúzódó, nem meri kimondani, hogy mit akar, nem beszél érzelmekről, hiszen vannak nála bizonytalanságok, korlátozások. Ez a kártya olyan, mint egy kerítés, eddig ő eljutott, de nem tudja, hogy mi van a kerítés mögött, pedig oda kellene tekinteni, egy lépést tenni felét, hogy legyen egy új kezdet, vagy egy új irány. Kedden a hold eléri Ráhút, a felfele mozgó kármikus hold csomót. És ez a hold csomó jelenti a jövőt, jelenti a változásokat, lesz egy új irány. A keddi nap felett Mars bolygó uralkodik, és megnézzük azt, hogy mit mutat a következő kártya. Itt már látható egy új kezdet. Tehát ő is belevág valamibe. Hétfőn még úgy tekintgeti a dolgokat, de a keddi napon lesz egy új irány, egy új kezdet. Kezdetben még vannak azért nehézségek, sok mindent kell cipelni, sok mindent el kell még viselni, de mégis látható, hogy lesz egy új irány. Hasonló, ahogy ez a felfele mozgó kármikus csomó Ráhú mutatja, hiszen Ráhú is egy új irányt, egy új kezdetet, változásokat jelent. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik. Ha te egy hölgy vagy, nálad még vannak korlátozások, olyan szűkös a helyzet. Lehet, hogy várakozol arra, hogy ő közeledjen. De ő se sieti el a dolgokat, mégis bízhatsz benne, hogy lesz egy új kezdet, egy új irány, és kilépsz ebből a helyzetből, ami jelenleg úgy elszomorít téged. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik, itt látható az eremit, az jelentheti azt, hogy te egyedül érzed magad, vagy ő magányos, vagy mindketten visszahúzódóak vagytok. Persze ez a visszahúzódás előnyös is lehet, hiszen elgondolkodhatsz azon, hogyan tovább legyen egy elképzelés, meditálj valami felett, vagy lehet egy spirituális út is. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik, ezen a napon lesznek feszültségek, kihívások, hiányzik a béke, a nyugalom, a harmónia, és nehezen lehet döntéseket hozni. Ez a befolyás a csillagoktól ezen a napon. Akkor is, ha nehéz most döntéseket hozni, és hiányzik a nyugalom, mégis ez a férfi úgy próbálkozik, ugrik előre, de az is lehet, hogy nem sikerül neki, úgyhogy itt most vannak azért még bizonytalanságok. Ő mégis ki akarja mutatni a bátorságát, beszélni akar veled, döntéseket akar hozni, sietteti a dolgokat. Én úgy érzem, ezen a napon, amikor ez a feszültség van, pénteken úgyse sikerül neki. A szombati napon Szaturnusz bolygó uralkodik.
Itt anyagiakról van szó, vagy a munkáról, a hivatásról. Itt oda kell figyelni az anyagi dolgokra, azt rendezni, de ez a kártya jelentheti a belső értékeket is, arra odafigyelni, hogy mi vagy ki értékes számodra. Itt középen a nap szimbóluma van, és a nap uralkodik vasárnap felett. Itt látható a tűz eleme, egy új kezdet, vagy újdonságok érnek téged, ami lelkesíteni fog, hiszen ezt jelentheti a tűz eleme, vagy a párkapcsolatban lesz közeledés, ő ugyan még kicsit bizonytalan, de mégis megvan a szenvedély, a lelkesedés. És ez volt a heti jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy ha feljelentkeznél a csatornámra, és írd le a véleményedet a kommentárba. Köszönöm szépen, és én kívánok egy szép napot, egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Denderám!